tűzre szálltak a Tatai Klapka György lövészdandár első és második lövészzászlóaljának katonái. A kijelölt harcjármű parancsnokok és vezetők az alakulatnál rendszeresített BTR 80 és 80A típusú páncélozott harcjárművekkel ezúttal nem szárazföldi, hanem vízi vezetési gyakorlatot hajtottak végre a Duna-Neszmély melletti holtágán. A kiképzés célja a harcjárművezetők vízi képességének fenntartása volt. Legutóbb ugyanis két évvel ezelőtt, 2013 nyarán szerepelt hasonló foglalkozás az alegységek kiképzési tervében. A harcjármű vezetők, illetve a kocsiparancsnokok begyakorolják a vízen történő vezetésnek a fogásait, begyakorolják a víz behajtást, a víz rőlhajtást, a vízben történő manőverezést, megállítást. A vezetési gyakorlat végrehajtása során a harcjárművezetőknek leginkább arra kellett figyelniük, hogy lendületesen hajtsák végre a vízrehajtást. A kitűzött szlalompálya teljesítése általában nem okozott problémát, a kijelölt bója érintés nélküli megközelítése viszont nem mindig sikerült. Mint ahogy a vízből való kihajtás sem, amely során legtöbbször a harcjárművek motorjainak lefulladása okozott kellemetlen másodperceket a kezelő személyzeteknek. Miután minden vezető egyénileg végigment a pályán, egy 4 harcjárműből álló szakaszszintű kötelék is csobbant a holtág vizében. A látszat ellenére ez sem volt egyszerű feladat. Hullámtörőnek a felnyitása után valójában szinte semmit nem látni előre a harcjárműből, így a harcjármű parancsnokok és a sofőrök csak szoros rádióforgalmazás útján tudják, hogy mi történik mögöttük, illetve kicsit jobbra, kicsit balra kell kormányozni folyamatosan, egy nagyon enyhe cikcakba kell vezetni, hogy lássuk, hogy mi történik előttünk. Folyamatosan rádiózni kellett a szakaszparancsnoknak, illetve folyamatosan kommunikálni kellett a harcjármű vezetők között, a kocsiparancsnokok között, nehogy egy fordulásnál például összecsúszanak a gépek, vagy bármilyen baleset történjen. Bár a BTR-ek a műszaki leírásuk alapján úszóképes harcjárművek, elsősorban szárazföldi használatra tervezték őket. Ezért egy-egy vízivezetési gyakorlatot mindig nagyon komoly műszaki felkészítés előz meg, ami a dandár logisztikai zászló aljánál szolgáló katonák feladata. Ez már a laktanyában elkezdődik a időszerű technikai kiszolgálásokkal, majd itt egy körülbelül 60 pontos műveleti sort kell végrehajtanunk, amelynek a legfontosabb részei a BTR tömítettségének ellenőrzése. Itt a ajtótömítések, a lőrések tömítettségének ellenőrzése, továbbá a biztonsági berendezések, az üdítő szivattyú működésének az ellenőrzése, a vízbetörés jelzők ellenőrzése történik meg. Ha itt rendben van a BTR, akkor innentől kezdve alkalmas a vízivezetés végrehajtására. Ezen a napon a kiképzési foglalkozást végrehajtók valamennyien elérték a megfelelt szintet, többen viszont kiváló minősítéssel teljesítették a feladatot. Mint elmondták, a vízi vezetés számtalan dologban különbözik egy szárazföldi vezetési gyakorlattól. Technikai szinten különbözik abban, hogy más visszajelzőkre kell figyelni, illetve az adott hőfok visszajelzőket alaposabban kell nézni, figyelni. Vezetési szempontból más, ugyanis sokkal lassabban reagál az irányváltásokra, azaz, amit a harcjárművezető kormányoz, sokkal később reagál rá a gép és a farával, mint egy csónaknál is. A legveszélyesebb manőver az a vízrehajtás, ugyanis a zsaluk nincsenek zárva, vízütéses lehet a motor. Tehát víz kerülhet a rendszerbe, és ott az a forró motorra hideg víz kerül, az ugye rongálja a rendszert. A tatai katonák vízi vezetési kiképzése a szeptember 14-én kezdődő Brave Warrior 2015 elnevezésű gyakorlatra történő felkészülés része volt.